A projekt célja az Eurovelo 11-es kerékpárút fejlesztése, mely Norvégiától Görögországig terjed, és Szerbiát is érinti. Magyar Kanizsa, Szeged és Röszke önkormányzata közösen vesz részt a programban. Magyar Kanizsa önkormányzat része az, hogy a Horgoson meglévő kerékpárutat kibővítsük, és egészen a Horgos falu végéig meg fog valósulni egy kerékpárút, ami több mint 1800 méter hosszú. Emellett a Magyar Kanizsa önkormányzat ebben a projektben különböző rendezvényeket fog szervezni a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt azért, hogy népszerűsítsük a kerékpározást, a biztonságos közlekedést, és ami ehhez kapcsolódik. Röszke önkormányzata meg fog valósítani egy tervdokumentációt ebben a projektben, ami szintén egy kerékpárútra vonatkozik a Röszke 2-es határátkelő egészen Röszke központjáig, illetve két ilyen kerékpár szervizállomást fognak elhelyezni, az egyiket a határ Röszkei határátkelőnél, másikat pedig egy újonnan megépülő pihenőhelyen, ami szintén az ő projekt elemük, valamint a harmadik partnerünk Magyarországról, Szeged önkormányzata, ők pedig ilyen kerékpáros állomásokat fognak telepíteni ezen az útvonalon, ezen a kerékpár útvonalon, amiről szó van ebben a projektben is, és abban a projektben is, amit a többi előbből fog bemutatni. Röszke önkormányzata egy tervdokumentációt valósít meg a projektben, amely egy kerékpárutat foglal magába a Röszke 2-es határátkelőtől Röszke központjáig, illetve két kerékpár szervizt szeretnének majd elhelyezni, az egyiket a határátkelőn, a másodikat pedig egy általuk kialakított pihenőhelynél. Szeged önkormányzata pedig kerékpár állomásokat telepítene majd az adott útszakaszon. A projektum főhordozója a tartományi település rendezési és környezetvédelmi titkárság. Tehát a célkitűzés az egy olyan tervdokumentációnak az elkészítése, ami alapjául szolgál egy kerékpár útnak a kiépítéséhez. Valójában a horgosi, röszkei határátkelő helytől Horgoson keresztül a hiányzó szakaszokat, mert valójában már léteznek bicikli utak a Horgosi Kranizsa területén, viszont azokat, ami még nincs így kiépítve és igény lenne rá, azt foglalja majd magában ez a tervdokumentáció, és a kiépítése az egy következő fázisba fog bekövetkezni. Tehát ez magában az útszakasz egy 14,8 kilométeres szakaszt ölel fel, illetve ez mellett, tehát ezt a vezetőkedvezményezet a tartományi gazdaság és turisztikai titkárság fogja kivitelezni, a mi titkársunk pedig, mint másik partner a projektben, a turisztikai táblákkal való kijelölését fogja biztosítani a pályázat keretein belül. Tehát erre is szintén egy tervdokumentáció fog elkészülni, és ez pedig, ami még lényeges és nem mondtunk, tehát ez az Eurovelo 11-es nemzetközi bicikli útról van szó, ami ugye Norvégiától Görögországig terjed, és az országunkon is a Horgos-Röszke határ átkülőhelytől, tehát egészen a Szerbia középső részén áthalad végig. Vajdaságot sérint és a Tiszamenti szakasz az, amit mi turisztikai jelzőtáblákkal fogunk megjelölni, illetve erre készítünk egy tervdokumentációt. Ez a szakasz 213 kilométer, és ami a legfontosabb, hogy az ott haladó jármű, tehát ott haladó kerékpárosokat, turistákat a védett természeti területek felé tudjuk irányítani, és ami védett terület ugye közelében van ennek az útszakasznak, arról egy ilyen tájékoztató táblát, ismertető táblát állítsunk ki, annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék, és látványosabbá tegyük, és illetve oda csalogassuk őket a védett területek közelében. A projektben említett útszakasz közel 15 kilométert ölel fel, amit a vezető kezdeményezett, a tartományi gazdasági és turisztikai titkárság fogja kivitelezni. A Tiszamenti útszakasz turisztikai táblákkal való megjelölését pedig a tartományi település rendezési és környezetvédelmi titkárság.